Az Alkotmánybíróság elé utalja a népügyvédje azt a jogszabályt, amely tiltja a büntetett előéletű személyeknek, hogy kormánytisztséget vállaljanak. A kéréssel a Szociáldemokrata Párt kereste meg a népügyvédje hivatalát, miután Liviu Dragnea pártelnök emiatt a törvény miatt nem foglalhatta el a miniszterelnöki posztot. Viktor Csorbea ombudsman szerdán jelentette be a parlamentben, hogy megtámadja az Alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint a büntetett előéletű személyek nem lehetnek a kormány tagjai. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, érvelésük szerint a jogszabály sérti a hatalmi ágak szétválasztásának az elvét, ezért alkotmányellenes. A híradónk által megkeresett Puskás Bálint volt alkotmánybíró szerint ez az érv nem állja meg a helyét. Én ezt nem látom megalapozottnak. Normális elvárás az, hogy ha valaki egy bizonyos tisztségbe jut, akkor aznak bizonyos feltételei legyenek meg. Én nem látok ebbe alkotmány ellenességet ebbe a megfogalmazásba, hogy ha megsérti a hatalmi ágak közötti. Nem, azt nem látom. Puskás Bálint a szóban forgó az alkotmánymódosítás előtt elfogadott jogszabályt több pontban is alaptörvénybe ütközőnek tekinti, mert az 1989 előtti politikai foglyokat, a rehabilitált személyeket is kizárja, továbbá az olyanokat is, akiknek más állampolgársága is van a románon kívül. Azt is elmondta azonban, hogy a testület kizárólag a beterjesztő által felhozott érveket hivatott vizsgálni, ezek tükrében kell eldöntenie, hogy a jogszabály megfelele az alaptörvénynek. A kérdésben állást foglalt az elnöki hivatal is. Szóvivője útján Klaus Johannis keményen bírálta Viktor Csorbea ombudsmant. Szerinte a jogalkotónak nem csak joga, de kötelessége is feltételekhez kötni bizonyos tisztségek betöltését, így az alkotmányellenességi felvetés nem állja meg a helyét.